túlzok a húsba vágónak, nevezem ezeket a döntéseket. Így kezdte bejelentését a miniszterelnök. A kormányfő szerdai bejelentéseinek megfelelően az év végéig felfüggesztik minden magánszemély és vállalkozás szerdáig megkötött hiteleinek tőke és kamatfizetési kötelezettségét. És a súlyos gondokkal küzdő szektorokban, így a turizmusban, a vendéglátásban vagy a személyszállításban június 30-áig egyebek mellett a munkáltatók közteherfizetési kötelezettségét elengedik. A bejelentett döntések értelmében pedig a személyi hitelek THM-jét 5,9%-ban maximalizálta a kormány. Fontos döntéseket hoztunk, sőt, nem túlzok a húsba vágónak, nevezem ezeket a döntéseket. Le is írtam őket, a pontosság kedvéért, ezért puskázni fogok. Ez a 7. nap, a veszélyhelyzet kihirdetése óta eltelt 7 nap alatt megszerveztük Magyarország kollektív önvédelmét, a közös védekezést a világjárvánnyal szemben. Az egészségügyi döntésekről, a járványügyi döntésekről folyamatosan tájékoztattuk önöket, és ez ezután is így lesz. Az operatív törzs, az akciócsoportok és a járványügyi szakemberek 24 órában dolgoznak, döntenek és tájékoztatnak. A kormány mai ülésén, ahonnan éppen most jöttem ki, tettünk egy lépést előre, és gazdasági kérdésekkel foglalkoztunk, ilyen döntéseket hoztunk, mert úgy látjuk, eljött az ideje, hogy a járványügyi és egészségügyi kérdések mellett most már gazdasági döntéseket is hozzunk. Azt is tudjuk, hogy a világjárvány nem csak az emberek egészségét veszélyezteti, habár az a legfontosabb és az az első, de a munkát is, a munkahelyet is veszélybe sodorja. Ezért ma olyan kérdésekről tárgyaltunk, amelyektől azt várjuk, hogy a döntéseinkkel meg tudjuk védeni a munkahelyeket, mert megtanultuk az elmúlt 10 évben, hogyha munka van, minden van. Most szeretném ismertetni önökkel, hogy milyen döntéseket hoztunk előre. Bocsátom, hogy ezek csak az első, legsürgetőbb döntéseink, amelyeket majd újabbak követnek. Önök számíthatnak rá szinte minden nap, hogy a gazdaság újraindítása érdekében számos, újabb és újabb döntés születik majd. Tehát először is az első döntésünk, hogy a magánszemélyek és vállalkozások, minden magánszemély és minden vállalkozás mai napig megkötött hiteleinek tőke és kamat fizetési kötelezettségét az év végéig felfüggesztjük. Másodszor. A rövid lejáratú vállalkozási hitelek június 30-áig meghosszabbításra kerülnek. Harmadszor, a holnaptól felvett új fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját, a THM-et, a jegybanki alapkamat plusz 5%-ban maximáljuk. Negyedszer, önök is tudják, hogy a gazdaságunk néhány szektora már most súlyos gondokkal küzd. Velük folyamatosan egyeztettünk, az első javaslataik meg is érkeztek. Ilyen súlyos gondokkal küzdő szektor a turizmus, a vendéglátás, a szórakoztatóipar, a sport és a kulturális szolgáltatások, a személyszállítás, vagyis a taxisok munkája is. Itt, ebben a körben, ezekben a szektorokban a munkáltatók járulék fizetési kötelezettségét teljes egészében elengedjük, a munkavállalók járulékát jelentősen csökkentjük, nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük, és az egészségbiztosítás díja a törvényi minimumra csökken. Mindez egyelőre június 30-áig. A kata szerint adózó taxisok általány adó fizetési kötelezettségét június 30-ig elengedjük. Ezekben az ágazatokban a helységbérleti szerződéseket nem lehet felmondani, és a bérleti díjakat nem lehet megemelni. Június 30-ig a turizmus fejlesztési hozzájárulást is elengedjük, azt sem kell megfizetni. Ötödször döntéseket hoztunk a munkavállalási szabályok rugalmasabbá tételéről. A cél az, hogy a munkaadók és a munkavállalók
könnyebben meg tudjanak egyezni egymással. Igyekeztem a lehető legszabatosabban fogalmazni, ezek bonyolult és nehéz kérdések. Az alaprendeletet, amit most elmondtam önöknek, a mai napon közzé fogjuk tenni, a részletszabályokat pedig holnap ismerhetik meg. A kormány pedig folytatja a munkáját. Egy általunk megkérdezett pénzügyi szakértő azonban a törlesztési moratórium kapcsán óvatosságra int, ugyanis még nem ismertek ennek részletei. Mint Klér Zoltán mondja, az intézkedés nagy valószínűséggel nem jelent majd kamatmentességet. Nagyon fontos csomagot jelentett be tegnap a miniszterelnök úr. Gyakorlatilag szinte ez majd mindenkit érint valamilyen szinten. Ugye a legeslegfontosabb az, hogy a kormány minden üzletszerűen folyósított hitel és kölcsönszerződésre, pénzügyi leasing szerződésre kamat és tőketörlesztési moratóriumot hirdetett. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha lefordítjuk egyszerű szavakra, ez mind cégekre, mind magánszemélyekre érvényes, hogy 2020. december 31-ig ezzel kapcsolatosan semmilyen fizetési kötelezettsége nincsen. Tehát nagyon fontos, hogy nem csak tőke, nem csak kamatfizetési moratórium, hanem bármiféle egyéb hiteldíj és semmilyen egyéb költség megfizetését nem kell megtenniük, ugye sem a cégeknek, sem a magánszemélyeknek. Ami fontos, hogy például akinek idén jár le, tehát olyan ilyen szerződése van, ami 2020 folyamán jár le, akkor az 2020. december 31-ével kell majd teljesítenie. Egyébként ez a moratórium, ez évvégéig érvényes, de rendelettel bármikor tovább hosszabbítható. Fontos még az is, és ez nem baj, hogyha mindenki tudja, ez nem kamatmentesség. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem kerül ez pénzbe mind a cégeknek, mind a magánszemélyeknek, tehát a pénznek ára van, tehát folyamatosan kamatozik tovább ez az összeg. Ez azt jelenti, hogy egy hitel futam idejére vetítve adott esetben százrekkel is megnőhet a visszafizetendő összeg. Éppen ezért a kormány lehetőséget adott arra is, ha valaki nem szeretné ezt igénybe venni, akkor lehet azt tenni, hogy nem kell igénybe venni ezt a törlesztési moratóriumot, és ha tudja, akkor továbbra is teljesítheti ezeket a hitel és kölcsönszerződésből fakadó kötelezettségeit. Ezt jeleznünk kell a bank felé, tehát hogy a következő havit már ne vonják, vagy ezt automatikusan nem fogja vonni, és azt kell inkább jeleznünk, hogy hát mi továbbra is szeretnénk fizetni. Így van, itt fordított kötelezettség van, tehát alapvetően mindenkinek normatív módon jár az, hogy ezen fizetési kötelezettségei alól mentesülni fog. Azt kell jelezni, hogyha mi ettől eltérő módosítást szeretnénk, és szeretnénk tovább fizetni ezeket a kötelezettségeket. További fontos bejelentés volt az, hogy a mai naptól a nem zálogjoggal biztosított fogyasztási kölcsönöket, tehát személyi hiteleknek a hiteldíj mutatóját a jegybanki alapkamat plusz 5%-ban, jelen pillanatban, ugye 5,9%-ban maximálta a kormány. Ugye ez azért tette, hogy az átmenetileg nehéz helyzetben bekerülő állampolgárok, azok adott esetben kedvezőbb feltételekkel vehessenek igénybe likviditás biztosító forrásokat. Személy szerint azért van olyan félelmem, hogy ez könnyen elképzelhető, hogy ennek a hitelezésnek a lassulásával járhat, hiszen ez egy olyan kamatszint, ami olyan termékeknél, ami azért különösen kockázatos, hiszen elég nagy a visszanemfizetési hányad, nem biztos, hogy meg fogja érni a bankoknak, és nem biztos, hogy továbbra is minden pénzintézet nyújtani fogja ezt a terméket. Hogyha egy picit visszatérünk itt a hiteltörlesztésre, tulajdonképpen akkor mondjuk el pontosan, hogy kik is az, akiknek mondjuk te, mint szakember javaslod azt, hogy hát igénybe vegyék, kiket érinthet tulajdonképpen ez inkább pozitívabban egy ilyen rendek? Azok, akik nehéz helyzetben vannak. Sajnos ez persze nehéz ma még előre látni. Senki nem tudja, hogy egy hét múlva, két hét múlva, két hónap múlva is meg lesz-e a munkahelye, vagy adott esetben olyan munkarendi változások lesznek, ahol mondjuk csökkentett munkaidő, rövidített munkahét, és ez alapvetően fogja befolyásolni a családi büdzsét. Sajnos a részleteiben nem ismerem még annyira ezt az új rendeletet, hogy ezt például lehet-e közben módosítani. Tehát most elkezdem igénybe venni, aztán később
fizetem, vagy éppen fordítva, most még tudom fizetni, de lehet, hogy két hónap múlva nem. Ugye ezeket a részletszabályokat jelenleg még nem ismerjük. Gondolom ez praktikus lesz, hogy viszonylag rugalmasan lehessen majd kezelni. További csomókat is jelentett be ugye a kormány a tegnapi napon. Ugye leginkább azokban az ágazatokban, amik a válság által most elsődlegesen láthatóan már a mai nap is érintettek, tehát a turizmus, a vendéglátás, az előadó művészet, a sportszolgáltatások, a rendezvényszervezés, a filmipar, azokban az ágazatokban az erre a tevékenység céljára szolgáló ingatlanok bérleti díját sem felmondani, sem emelni nem lehet június 30-áig. Ugye, mint minden ilyen minden egyes dátumnál megfogalmazta a kormány, hogy ezek mind-mind módosíthatók és tovább vihetők, hogyha a válság hatásai még akkor is érezhetőek lesznek. Valamint ugyanezen iparágakban dolgozó emberek után a munkáltatónak nem kell munkáltatói járulékokat fizetnie. Egyedül az egészségbiztosítási hozzájárulásnak a 7710 forintos havidíját kell fizetniük. Fontos még, hogy a személyszolgáltatást végző katás vállalkozóknak a katát nem kell június 30-ig fizetniük, tehát a március, április, május, júniusi kata fizetési kötelezettségüknek nem kell eleget tenniük, augusztus 20-án kell majd legközelebb fizetniük, nyilván ez is még módosulhat. Ami nagyon-nagyon fontos a gazdaság egészére, hogy a kormány a munkatörvény körmébe is olyan rugalmasabb módosításokat hozott be, hogy eddig, amíg a munkaidő beosztást 96 órával előtte be kellett jelenteni, hogyha változtatja a cég, ezt mostantól azonnali hatállyal megteheti a munkáltató. Tehát, hogyha olyan válsághelyzet van, hiszen látjuk, hogy most óráról órára változik minden, zárnak be, gyárnak, szakadnak meg ellátási láncok, ezért sokkal gyorsabban kell a cégeknek reagálni, ezeket most már azonnali hatállyal megtehetik. Továbbá akár azonnali hatállyal otthoni és távmunkára kötelezhetik a munkavállalóikat, valamint jogosultak a munkavállalóiknak az egészségi állapotát vizsgálni. A Bankszövetség egyébként úgy nyilatkozott, gyors és hatékony eszköznek tartja a kormány csomagját, de az egyes részszabályokat még ki kell alakítani. Azt kérik a banki ügyfelektől, egyelőre ne keressék az ügyfélszolgálatot, adjanak egy kis időt.